Egyre több szegény ember szorul ételadományra és segélyekre az Európai Unióban a koronavírus járvány kezdete óta. Portóban kétnapos szociális EU csúcsot tartanak péntektől. Az egyik célkitűzés, hogy 15 millió alá csökkentsék a szegények számát az Unióban 2030-ra. A tanácskozás helyszínének közelében működik a Város Szíve nevű szociális üzlet, ahol 700 rászoruló családot juttatnak rendszeresen élelmiszerhez. A portugál város hajléktalan ellátását is segítik. Egy fiatal asszony mondja, hogy a hónap végén rendszerint már nem tud enni adni a gyerekeinek. António Manuel szociális munkásként magyarázza, hogy a lakbér vagy a lakáshitel miatt nem mindenki jön ki a keresetéből, aki dolgozik. A szociális üzletet egy civil szervezet működteti. Az élelmiszeren kívül ruhával és gyógyszerrel is segítenek. Az önkéntesek úgy vélik, hogy az EU-ban az eddiginél többet kell tenni a szegénység felszámolásáért, és szerintük ez a legfőbb feladata a portói szociális EU csúcsnak. Krisztina Simões önkéntes. Szerinte nem csak az ételosztás fontos, hanem újra kell gondolni a szegények szélesedő rétegének helyzetét, és gazdasági eszközökkel kell garantálni az élhető létminimumot mindenki számára. A munkáért tisztességes fizetést kell kapnia mindenkinek, és azokról is gondoskodni kell, akik kiszorulnak a foglalkoztatásból. A tehetősek és az átlagemberek szolidaritására még sokáig szükség lesz az önkéntes szerint. A Város Szíve nevű szervezet hatékonyabb szociális EU stratégiát sürget. Az Euronews tudósítója Filippa Soares kiemeli, hogy több száz tekintélyes személyiség írt nyílt levelet a hajléktalanság felszámolását kérve 2030-ig.